Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket! Újabb frissítéshez érkeztünk, és itt most több dolog is van, ugye itt megkaptuk a Valentin napi frissítést, ami körülbelül három kis üzletből áll, úgyhogy ha nem haragszatok meg, akkor azt most én nem részletezném. Ez az egyik. A másik, valami hullócsillagos téma keletkezett a van erdőbe, úgyhogy főképp azzal fogunk most foglalatoskodni, illetve van még egy dolog, amit itt láthattok is, a lóápolásnak a menete, rohadt mentő, a lóápolásnak a menete változott most itt meg nekünk, és még én sem láttam, úgyhogy ezt meg fogjuk nézni, illetve eltűnt a lovunk emblémája alatt ott a bal felső sarokba a kedvnek a karikája, hogy éppen milyen kedve van, és helyette egy állapotsávot kapunk majd, amit majd mindjárt meg fogok nézni, csak előtte hát megnézzük ezt. Ebben a frissítésben kicsit megváltoztattuk azt, hogyan működik a lóápolás. Szeretnél egy interaktív bemutatót megtekinteni arról, hogy működik? Hát, átugrottam a bemutatót. Ha szeretnéd máskor megtekinteni, csak nyisd meg a ló karakter lapját. Na, hát akkor én meg is nyitom. Nézzük, nincs elég táp vagy víz a leltáradban ahhoz, hogy megismételd a bemutatót. Az üzletekből vásárolsz lótápot. Hát nyasgem. Nyasgem. Jó, kérek is egy hazaszállítást, már jól indul. Mindegy. Már jó kezdődik az elején. Egyébként mostanában elég nagy dilemma van, csodálkozom, hogy még senki nem továbbította ezeket a dolgokat. Általában szoktam kapni ilyen e-maileket, hogy hallottál erről, és erről mi a véleményed, meg arról, meg amarról, erről még kivételesen nem kaptam. De nem is. Nem is, az az igazság, hogy ez a tárgy már a tiéd. Hát tudom, hogy ez enyém. Nem kapsz széna, nem érdekel. Na, most annyit nem ér nekem. Na, tehát akkor nézzük meg ezt az interaktív bemutatót. Kattints a lovat fejére. Oké, hogy kattintsak? Így. Jó, ez a lómenü, ahol lovaddal foglalkozhatsz. A bal oldalon találhatod a lóápolási opciókat. Csak nem tudok beszélni. Próbálj erre a gombra kattintani, lekapard lovat patáit. Próbáljak, hát nem kell próbálni, elsőre menni fog. Aha, tehát ez az új verzió. Oké, kattints erre a gombra, hogy megetesd a lovad. Oké, igen. Jaj, tele a poci... Mi? Ha elfogy a lótápot, vásárolsz meg a lótáp... Jó, egészségedre. Kattints erre a gombra, hogy megitasd a lovadat. Megitattalak. Oké. És most, ha elfogy a víz, feltöltheted, jó. Kattints erre a gombra, hogy leápold a lovadat. Oké, igen. Igen. Teljesítetted a napi ápolást, a lovat kicsit boldogabbá vált. Végezz el a lóapor sütőt minden egyes nap. Ha bármikor ellenőrizni szeretnéd lovat hangulatát, csak nyisd meg a ló karakter lapját. Jó. Aha, értem. Tehát lovam remekül van, örülök neki. Jó, oké. Most már tudod, hogyan kell. Jó. Jó, oké. Boldog vagyok. Tehát most, hogy ezt elintéztük, és ezt megmutattam nektek, az érdekelne, hogy mi a helyzet ezekkel a hullócsillagokkal, és hát megpróbálom megkeresgetni. Elvileg itt van a vaderdőbe, és hát remélem, hogy sikerül is találnom egyet-kettőt. Azt írták, hogy itt a naplóba, nem ebbe, hanem ebbe kéne, hogy legyen. Ez szamarantyú, ez nem kell nekem. Ez se kell. Hát akkor... Ez mi? Csillaggyűjtemény. Jó, ez köszi. Tehát akkor most már van a... Van itt is. Mivel a Jorviki mágia vonza őket, a csillagok gyakran hullanak a sziget földjére, hogy aztán rejtett zugokba telepedjenek, nem tudok olvasni meg. Lehet, hogy Jorviki kalandjaid alatt már találkoztál is ezekkel a rejtőzködő csillagokkal, amelyeket begyűjthetsz, és a naplóhoz is hozzáadhatod őket. Azokra a felfedezőkre, akik szeretnék kiegészíteni a kollekciójuk, frissen aláhullott csillagok várnak a vaderdőben. Jó, egy veszőt kihagytam. Az előrehaladásod követéséhez a naplódat a patkómenőben találhatod, kellemes csillagvadászatot. Hát, kösz! Na hát, hosszas keresgélés után sikerült egyet megtalálnom.
Csak nem tudok kimászni, ez a rohadt nagy helyzet. Komolyan ezt imádom. Imádlak, SSO. Ezt tök őszintén mondom. Imádom ezt az egészet, hogy beragadok valahova, és a büdös életbe többet nem tudok kijönni. Na, tehát itt találtok egyet, hogyha ügyesek vagytok, ami szerencsétlen, mint én. Akkor oda be tudtok menni, és föl tudjátok szedni. És le is estek. Megkukkolom, hogy hol van a többi csillag, és akkor megpróbálom megkeresni most. Remélem, hogy sikerül. Aha! Itt is van egy belül. Itt is van bizony. És most hol van? Aha, tehát ha egyet megtalálok, akkor kiadja az egészet. Jó, tehát itt van még egy, csak rohadtul el van rejtve. Ez furcsa is volt. Na, jó van, megpróbálom többit is megkeresni. Aha, nézzétek csak, ott csillog valami a vizen. Aha, csak nem így kéne, mert várjatok ezzel, mindjárt elszórakozunk egy kicsit. Itt le, oké, oké. Nem oké! Ah! Na, ez eltart egy darabig. Állj meg. Hát nem igaz, mondom neki, hogy álljon meg, és nem áll meg. Jó. Jó, akkor taktikát váltunk, és innen megpróbálunk lemászni. Ne! És tovább fut, én megőrülök. Komolyan mondom, itt fogok idegbajt kapni. Na, most. És leesik. Hát azt nem hiszem el ezt a lovat. Lovat fogok cserélni, komolyan mondom. Most még itt csúsztak is le, az hiányozna még az életemben. Na, még egyszer. Itt húztunk egyet. Edd már föl! Hú! Na, végre! Na, megyünk tovább! Meg kell lenni az összesnek, ma már nekiálltam. Aha, egy újabb problémába ütköztem. Ott van fönt a csillag, és itt nekem föl kéne másznom. Csak az a rohadt nagy helyzet, hogy nem tudtam akkora lendületet venni. Úgyhogy sajnos ezzel még lesz. Lesz szenvedni valóm, talán. Kicsit hátrébb megyek. Nem jön be. Hát ezzel el leszek szerintem még egy darabig, amíg én itt fölmászok. Fene vigye el a más macsekját, egyébként ott villog fönt. És ott már megpróbáltam oldalról fölmászni, de nem igazán akarta az igazságot, szóval kénytelen vagyok itt fölmászni, csak nem tudom, hogy hogyan. Mert hogy sehogy sem. Jó neki, nem szimpatikus itt a drága lovamnak, úgyhogy megpróbálok a másik oldalról fölmászni még egyszer, hát ha. Csak annyira jó lenne egyébként, hogyha nem állnál meg két másodpercenként, de most tényleg. És fogadjunk, már 65 000-szer megpróbáltam, a nyakamat ráteszem, most meg sikerülni fog. Hát, úgy is van, gratulálok. Ezt pont erre számítottam, hallod? Fú, ez egy agyrém. Másszál már föl, az Isten áldjon meg háromszor egymás után. Na. Másszál már föl, hát nem igaz. Nem igaz egyszerűen, ilyen nem létezik. Na, végre, hát nem igaz. Oké, most még 6-szor álljál meg út közben, légy szíves. Hó, oh, megvan. Na, ide kell fölmászni a büdös fenébe. Aj, miért érzem azt, hogy a későbbiekben ez még nekem szintén egy fájdalmas dolog lesz. Na, nézzük a többit. Baromi alattomos dolog egyébként kitakarni valamit, amit amúgy is rohadt nehéz megtalálni. Találtok még egyet, ez itt van a szürke, mit tudom én mi fölött. Kezd kiidegelni ez a csillagkeresgetés, komolyan mondom. Egyszerűen agyrém. Hihetetlen. Itt volt egy kéz. Látj, csillag! Csillag, csillag, kacsincs rám! Na, itt találjátok az utolsót. Azt hiszem.
Hú, ez az, van erdő, 6-ból 6 megvan. Hát gyerekek, ez nekem súlyos volt. Ez kiideget, ez tacsra vágott, úgyhogy most el kell mennem relaxálni, mert az idegrendszerem ezt már nem bírja. Úgyhogy, hát remélem tudtam nektek segíteni ezzel a chill-ről keresgetéssel, és hát... Hát szeretném, ha megírnátok a véleményeteket, mert most már tényleg kíváncsi vagyok. Rengeteg posztot olvasok mostanában a Facebookon arról, hogy az SSO semmi más nem csinál mostanában, csak lovakat hoz ki, meg ilyen egyéb csökkentett tartalmú frissítéseket. Én kíváncsi vagyok, hogy mi erről a véleményetek, hiszen mégiscsak mi játszunk vele, tehát nyilván a mi véleményünk a fontos. Aztán lehet, hogy majd egy külön videóban én is kifejtem erről a véleményemet, annyian... tudtára adták már az embereknek, hogy mit gondolnak, hogy lassan már én is úgy vagyok vele, hogy érdemes lenne nekem is kicsit végig gondolnom ezt az egészet. Úgyhogy írjátok meg a véleményeteket, illetve azt is, hogy tetszett-e nektek a frissítés, és legközelebb jelentkezem új tartalommal. Hétvégén egy számotokra talán érdekes videóval érkezem majd, úgyhogy ne felejtsétek el hétvégén lecsekkolni mindenképp a csatornát, hiszen olyan dologgal fogok előhozakodni, ami már régen volt, és mégis sokan kérdezitek, szeretnétek, stb. Úgyhogy hát legközelebb találkozunk, és várom a kommenteket, ne tartsatok magatokba semmit, nyugodtan egy litániát is írhatok, szívesen elolvasom, hogyha van rá érkezésem, még válaszolok is rá esetleg, és hát akkor legközelebb találkozunk. További szép napot nektek, sziasztok!